受待遇，中国谁也看不起，人们都只看到我长得很美丽，他们都不知道我的心一直善良的。Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Család Gergely vagyok, jubileumi, 100. adásunkban, szerkesztőtársammal, Szivák Júliával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Manapság Kína egy övezet, egy út kezdeményezése kapcsán sok szó esik a Selyem útról, amely valaha keletet és nyugatot összekötötte. Az Orient Express mai adásában annak nézünk utána, hogy mi igaz az ősi Selyem úttal kapcsolatos legendákból, hogyan is működött a valóságban ez az útvonal, és milyen forrásaink vannak róla. Szó lesz egyik fontos állomásáról, Tunhuangról, az itt egy titkos barlangban talált kéziratokról, egy Selyem út menti, mára szinte nyom nélkül eltűnt népről, a tangutokról, valamint arról is, hogy miként lehet a vonatkozó forrásokat megfejteni. Az Orient Express mai adásának vendége Galambos Imre, Angliában élő magyar sinológus, tangutológus, a Cambridge Egyetem docense, a tunhuangi szövegek egyik legismertebb szakértője. A beszélgetésre a távolság miatt Zoomon kerül sor, a szokásosnál rosszabb hangminőséget, elnézésüket kérjük. Szeretettel köszöntjük tehát az Orient Expressben Galambos Imrét, aki 2002-től 10 éven keresztül az International Tunhuang Project egyik munkatársa volt. Hol van ez a Tunhuang? Mit kell erről tudni? És miért fontos ez a város? Szervusz Gergely, üdvözlök mindenkit! Tunhuang az a Kína észak-nyugati részének egyik városa. Ma már nem annyira jelentős, de valójában földrajzi helyzete miatt régebben, tehát körülbelül a, mondjuk azt, hogy az 1200-as éveknél korábban nagyon fontos szerepe volt ezen az úgynevezett Selyem úton. Földrajzilag úgy helyezkedik el, hogy a Gansu korridor vagy Gansu folyosónak a nyugati sarkán, és amikor valaki Kínába jön, vagy Kínából megy nyugatra, akkor gyakorlatilag kénytelen áthaladni ezen a városon. És ezért volt egy ilyen találkozó pont annak idején. Itt ugye van egy barlang templomrendszer, ami önmagában is nagyon érdekes, de ezen belül találtak egy elfalazott barlangot, ugye 121 néhány éve. Erről a barlangról mit kell tudni, mit találtak benne? Hát ez a barlang egy gyakorlatilag egy viszonylag kicsi szoba vagy helyiség volt egy nagyobb barlangnak a szélén. Ma úgy hívják, vagy úgy szokták emlegetni, hogy a 17-es számú barlang, és ebben a barlangban iszonyatosan nagy mennyiségű középkori kéziratra leltek rá. Ez az iszonyatosan nagy mennyiség, ez mit jelent? Hát több tízezer. Tehát valójában az, hogy mit jelent egy kézirat, az nem egyértelmű, mert némelyik kézirat egy 15 méter hosszú tekercs, másik pedig egy icipicike darabka esetleg semmiféle felirat nélkül. Tehát ha a számok alapján nézzük, akkor kínai kéziratból kb. 80 ezer volt. De valójában ennek a 80 ezernek a egy jelentős része az icipici darabka volt. Tehát azt kell, hogy mondjuk, több tízezer kézirat volt. Az ömük az kínai nyelven volt, és tekercsek voltak. Egy szintén nagyon jelentős része, egyesek szerint akár 40% az eredeti gyűjteménynek tibeti nyelven volt, és akkor ezen kívül pedig volt még körülbelül majdnem 20 különböző másféle nyelv és írással írt kézirat, mondjuk olyanok, hogy szogd, kotáni, szanszkrit, és egyéb ujgur, ó-ujgur nyelveken írt kéziratok. Ezek hogy kerültek a barlangba? Hát erről mai napig nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy történt. Vannak elméletek. Annak idején ugye az első külföldi vagy nyugati tudós, aki meg tudta nézni ezt a kézirat gyűjteményt, és aki ebből egy jelentős részt meg is vásárolt, az Stein Aurél volt, és neki volt egy olyan elképzelése, hogy ezeket a kéziratokat, mint szent, ő úgy hívta angolul, hogy sacred waste,
hogy szent hulladék volt, tehát olyan írások, illetve olyan kéziratok, tekercsek voltak ezek, amelyeket annak idején már nem akartak használni, vagy nem tudtak használni valamilyen oknál fogva, és akkor ezért, mivel kidobni nem tudták, vagy elégetni, ezért befalaszták őket. Tehát összegyűjtötték, és utána befalaszták őket. Ez 1907-ben volt, amikor Stein először oda került, és látta ezt a barlangot a kéziratokkal. De kicsivel később, 1908-ban érkezett oda a francia Paul Palliot, és ő egy merőben más elméletet állított elő, mégpedig azt, hogy ezeket a kéziratokat úgy rejtették el oda egy közelgő támadás, vagy közelgő megszállás elől. Tehát ez az elképzelés, ez volt az úgynevezett ilyen kimenekítési vagy elrejtési teória, amit Pélió hozott fel, és ő azt mondta, hogy ez valószínűleg a közelgő tangutok miatt volt, akik 1030 körül érkeztek Tunhuangba. Na most már azóta tudjuk, hogy a tangutok 1030-ban még nem érkeztek Tunhuangba, csak jóval később, néhány évtizeddel később. Ugyanakkor a kéziratok elrejtése az körülbelül 1006 körül történt meg. És ezeknek az elképzeléseknek az áthidalására van több másféle teória, többek között például a Rongxingyang professzor teóriája, aki azt mondja, hogy Péliónak gyakorlatilag igaza van, hogy tényleg ez egy ilyen elrejtés és megmentés céljából jött létre ez a gyűjtemény, de nem a közelgő tangutok elől, hanem a közelgő karakanit iszlám erők miatt, akik a 10. század legvégén már elfoglalták Kotánt, és valószínű volt, hogy Tunhuangba is eljutnak. Tehát ezek a főbb ilyen, vagy legismertebb teóriák. Nekem egy kollégámmal, Sam Van Schaik-kal együtt, akivel közösen írtunk egy könyvet erről, vagy részben erről, az volt az elképzelésünk, hogy valójában itt egy többféle dolog keveredik, tehát eredetileg ebben a barlangban volt egy szobor, egy helyi híres buddhista appátnak a szobra, úgy hívták, hogy Hongpien, és a szobor hátuljában volt egy pici mélyedés, amiben benne volt egy selyem szatyorban, ilyen kis selyem táskában benne voltak a hamvai valakinek, feltehetően ennek az apátnak. És ezt a szobrot, mielőtt befalaszták volna a barlangot, kivették és áthelyezték a másik, vagy a nagyobb barlangba, ahonnan ez a pici nyílt. És ezért úgy gondoltuk, hogy valószínűleg eredetileg, amikor elkezdték pakolni a kéziratokat ebbe a picike barlangba, akkor ez még egy ilyen temetkezési szentély volt. És ezeknek a kéziratoknak a szerepe az volt, hogy egyrészt valamilyen módon kapcsolódtak ennek az apátnak a személyéhez, de ugyanakkor, mikor már a szobrot kivették, ez egy ilyen életnagyságú faszobor volt, mikor ezt a szobrot kivették a barlangból, akkor ennek a kéziratok odahelyezésének a miértje tulajdonképpen megváltozott. Mégpedig úgy, hogy onnantól kezdve már nem a temetkezés miatt, hanem lehet, hogy onnantól kezdve valójában azért, mert ezek azért helyezték oda a kéziratokat, mert ezekre már nem volt szükség. Tehát volt egy ilyen kettős, vagy legalább kettős szerepe a kéziratok odahelyezésének. És a végén, amikor ez kialakult, ugye, tehát amikor befalaszták az egészet, akkor lehet, hogy egyszerűen azért falaszták be, mert már nem fér bele több kézirat, mert Stein Aurél eredetileg, amikor látta ezt a barlangot, akkor mondta is, hogy, vagy le is írta ezt, hogy gyakorlatilag már nem volt hely ebben a kamrában. Tehát annyi hely volt, hogy egy ember állva elfért ott, de több már nem. Tehát lehet, hogy mivel megtelt a barlang, ezért történt az, hogy többet nem, de úgy döntöttek, hogy befalazzák. Tehát nem volt ennek feltétlenül valamilyen nagyon drámai kiváltó oka. Ugye 900 éven keresztül be volt falazva ez a barlang, végül is hogy találták meg, és ki találta meg? Hát igen, ezt 1900 nyarán találta meg egy Wang apát nevű taoista pap. Ez az illető, ez ott lakott a barlang templomoknál, ugye ott sok ilyen barlang van, majdnem 500 barlang van a sziklába vájva, és ő ott telepedett meg, neki volt egy ilyen kisebb felekezete, akik időről időre felkeresték őt,
Ugye ez az egész kint volt Tunhangnak a városától, Tunhang városától kb. 30 kilométerre. Mondjuk úgy, hogy a pusztaságban volt ott egy folyó, de úgy alapjában véve sivatagi vidékről, sivatagi és sziklás vidékről van szó. És ez a pap, ez a taoista pap, akinek tulajdonképpen nem volt sok köze magukhoz a buddhista szentélyekhez, de ő ott letelepedett, és ott alapított egy felekezetet. Most ő volt az, aki az egyik ilyen nagyobb barlangból próbálta ellapátolni a homokot, ami a bejáratot eltorlaszolta, és ő nem egyedül csinálta ezt, hanem felbérelt néhány munkást, és amikor ezek ellapátolták a bejárattól a homokot, tehát a bejáratot úgy értsük, hogy egy ilyen kis folyosó volt, ami bevezetett a nagyobb barlangba. Tehát amikor ők ezt a munkát elvégezték, akkor észrevették, hogy a falban van egy repedés, és ebből a repedésből a repedésen át jön a cúg. Tehát, hogy ott van valami üreg. És akkor az apát, Wang apát, ő kibontatta ezt a falat, és ott találták meg ezt a hatalmas gyűjteményt. Tehát be volt falazva, és a falra föl volt, tehát voltak ilyen falfestmények festve, tulajdonképpen teljesen láthatatlan volt. És ugye azért találták meg, mert hogy a homok súlya, az a több mázsányi vagy több tonnányi homok, az nyomta a falat, amikor ezt a feszültséget, ezt a nyomást elvették onnan, akkor megrepett, és így egyértelművé vált, hogy ott bent van valami. Na most az apát ez ügyben próbált tenni valamit, tehát elment a helyi tartományi és járási, meg egyéb irodákba, és ilyen jámenekbe, kormányzóságba, és jelentést tett erről, mondta, hogy vitt néhány kéziratot mindig, természetesen néhány szebb tekercset, és ajándékba odaadta, mondván, hogy ott ezrével vannak ilyesmi. De Kínában ez egy eléggé problémás időszak volt, ugye politikailag a Qing dinasztia már a összeomlás szélén van, és Kínának ez a része különösen instabil volt, úgyhogy rengeteg más probléma volt, az előjáróságok nem értek rá ilyesmikkel foglalkozni. Így tulajdonképpen nem történt semmi különleges ezzel a felfedezéssel, vagy ezzel a megtalált kincsel, amíg nem Stein Aurél nem érkezett a vidékre, aki a második expedícióját folytatta a Nyugat-Kínában, és hallott erről, hogy nagyobb mennyiségű kéziratokra bukkantak, tehát csak pletykákat hallott róla, mert ugye igazából senki se látta ezt még. És akkor ő oda ment, kifejezetten azzal a célra, hogy utána járjon ennek, hogy mi történik, hogy tényleg van-e, vannak-e ott kéziratok. És ugye ő is teljesen meglepődött, látván, hogy milyen mennyiségű kézirat van, és megpróbált minél többet ezek közül felvásárolni és visszavinni Angliába. Ez itt továbbra is az Orient Express a civilrádió.net-en, mai vendégünk Galambos Imre,
Angliában élő tangutológus, sinológus, a Cambridge-i Egyetem docense, akivel Dunhuangról, Sejemútról, tangutokról és kapcsolódó témáktól beszélgetünk. Ugye ott tartottunk, hogy Stein Aurél a Dunhuangi barlangból jó néhány kéziratot hazavitt. A többinek, az ott maradtaknak mi lett a sorsuk? Hát ugye ő talán körülbelül ennek a gyűjteménynek a negyedét vitte el elsőre, ami ott maradt, mert valójában ez a szerzetes, a Wang szerzetes, ő nem szívesen vált meg a kéziratoktól, ő úgy érezte, hogy ez nem egészen helyes dolog eladni őket, úgyhogy Stein tulajdonképpen nem is vásárolta meg őket, hanem adott egy adományt, és annak fejében ő is, mint adományt elfogadott egy nagyobb mennyiségű kéziratot. De a zöme a gyűjteménynek ott maradt. Ezt később más felfedezők, vagy régészek is, nyugati tudósok vásárolták föl. Tehát legfontosabbak ezek közül például az az előbb említett Paul Pelliot, aki egy francia, szintén sinológus volt, később nagyon, nagyon neves sinológus és kutató, és ő néhány hónappal Stein után érkezett oda, 1908-ban. Ő is egy több ezer kéziratos gyűjteményt vitt magával vissza. Igazából ő Vietnámba vitte vissza, mert ő ott állomásozott. Őt követően jöttek mások is, tehát voltak ott 1910-ben például, 11-ben ott voltak a japánok, Ótanyi Kózői nevű grófnak az expedíciója. Valójában maga a gróf az nem volt ott akkor, de két embere eljutott Dunhuangba, és ők is vásároltak egy kisebb gyűjteményt, néhány százat. És akkor ott voltak még az oroszok, akik Sergei Oldenburg vezetésével egy tulajdonképpen legkésőbb ők érkeztek oda, és ők is felvásároltak megvásároltak egy nagyobb mennyiségű gyűjtemény. Közben Stein szintén visszajutott még Dunhuangba, és egy második válogatást vásárolt meg, és mindezek után még mindig maradt 13 ezer kézirat, és ezt a 13 ezer kéziratot a kínaiak vásárolták meg, tehát tulajdonképpen Pekingben volt egy csapat kutató, akiknek Paul Pelliot megmutatta a saját gyűjteményén némely darabjait, és akkor ezek a kutatók ráébredtek arra, hogy ez tulajdonképpen így a nemzeti örökségnek egy fontos része, és kezdeményezték azt, hogy az oktatási minisztérium jelöljön ki erre egy bizonyos összeget, és akkor utána ezt az összeget arra lehetne fordítani, hogy a kéziratokat egyrészt, hogy megszerezzék, másrészt, hogy elszállítassák Pekingbe, az akkori fővárosi könyvtárba. Úgyhogy tulajdonképpen ez az eredeti gyűjtemény, ez nagyon sok felé szakadt, nagyobb része az külföldön van. Tehát Londonban először a British Museumban kerültek a kéziratok, és később, mikor a 70-es évek végén a brit parlament megalapította, vagy hozott egy törvényt a nemzeti könyvtár megalapításáról, akkor ugye megalakult a British Library, és a kéziratokat a múzeumból áthelyezték a könyvtárba. Párizsban szintén a nemzeti könyvtárban találhatók a kéziratok. Szentpéterváron a Nemzeti Akadémia gyűjteményének a része, és Japánban tulajdonképpen kicsit bonyolultabb volt a helyzet, de ez egy sokkal kisebb gyűjtemény. Egy része Mandzsúriába került, Lüsunba, ami később visszakerült Kínához, úgyhogy tulajdonképpen a gyűjteménynek egy fontos része az Kínában maradt. És Lüsunból is a Nemzeti Könyvtár egy kiállításra kölcsönkérte őket, a Lüsuni Múzeumtól is sosem adta vissza, tehát tulajdonképpen ugyanoda kerültek a kéziratok, ahova azok, amiket 1913-ban a kínaiak Dunhuangból, ahova szállították őket. És ez a bizonyos nemzetközi Dunhuang projekt, amiben ugye 10 éven keresztül dolgoztál, ez arról szólt, hogy ugye a interneten, a virtuális térben összerakosgatják az amúgy fizikailag szanaszét lévő kéziratokat? Hát ez egy kis része volt, ez volt mondjuk úgy, hogy ez volt a marketing spílje az egésznek, de valójában arról egyik fontos része a projektnek az volt, hogy a nagyobb múzeumok és könyvtárak, ahol vannak Dunhuangi, de nem csak Dunhuangi, hanem más ilyen közép-ázsiai kéziratok,
például jelentős mértékben Turfánban volt egy nagyon nagy mennyiség, hogy ezek elkezdjenek egymással együttműködni és kapcsolatot tartani. És a digitalizáció az a projektnek mondjuk, hogy a három fő pillére közül az egyik volt, a másik kettő az a elsősorban a restaurálás volt, és a kutatás. Tehát a digitalizáció az, amivel ugye legtöbben találkozunk, mert látjuk, hogy a kéziratok ott fölkerülnek az internetre, és akkor ott elérhetők, de valójában például a restaurálásnak nagyon fontos szerepe volt itt, mert nagyon sok kézirat egyszerűen nem, tehát pontosan olyan állapotban volt, ahogy Stein megtalálta őket. Tehát például most is vannak olyan borítékok, amiket nem nyitunk ki, mert gyakorlatilag por és hamu hullik ki belőlük. Tehát ezeket mindenképpen restaurálni kell előbb. És miután restaurálják őket, ebből a ilyen hulladék halmazból tulajdonképpen összeáll mondjuk több száz apró kézirat darab. Most már sokat beszéltünk a kéziratoknak a történetéről, meg az utazására. Egy kicsit tudunk beszélgetni arról is, hogy miről szólnak ezek a kéziratok, vagy milyen fajta kéziratokat tartalmaz ez a gyűjtemény? Mivel egy buddhista apátnak a sírjában voltak, tehát oda helyezték őket, ezek buddhista kéziratok, tehát nagyobb részt, mondjuk 90%-ban buddhista szutrák, kommentárok, és ilyen jellegű imák, mindenféle ilyen a buddhista, vagy ilyen vallási élethez hozzátartozó írások. Tehát ezek fölölelnek körülbelül több mint 600 évet, tehát nem egy, mondjuk azt, hogy egy közösség alkotta őket, hanem ugye 600 éven keresztül elég sok emberfajta, sokféle nép, aki áthaladt Tunhuangon, ugye egy több dinasztiáról van szó, és voltak ott mindenféle népek, tehát nem csak kínaiak, de alapvetően, tehát a tartalom az mindig buddhista. Tehát nagyobb mennyiségben van például bizonyos népszerű szutrákból jelen a kéziratokban. Tehát teszem azt én, a Lotus Sutra 25. fejezete, tehát egy önálló szutraként is elő szokott fordulni, abból több száz van. Vagy a Gyémán Sutra, az is egy nagyon népszerű, viszonylag rövidebb írás, abból is több száz van. De ugyanakkor vannak nagyon érdekes dolgok, tehát mivel a Lótusz szutrát és a Gyémán szutrát, azt ugye viszonylag jól ismerjük egyébként is, tehát mielőtt megtaláltuk volna a tunhangi kéziratokat, de vannak olyan írások, vagy olyan szövegek, amik teljesen újak, és teljesen mondjuk azt, hogy szokatlanok. Ezekbe beletartoznak például olyan beszélt nyelven írt drámák vagy történetek, amikről korábban nem is tudott a tudomány, hogy ezek léteztek volna. Amikor a beszélt nyelvről beszélek, az azt jelenti, hogy ugye kínaiul általában az úgynevezett klasszikus kínai nyelven szoktak írni, ami nem beszélt nyelv, ami viszonylag változatlanul, ugye volt változás, de nem olyan nagy, viszonylag változatlanul végighaladt Kína története során, és ugye ez egészen a 20. század elejéig mondjuk használták hivatalos életben, vagy levelezésben. De a 20. században volt egy ilyen nagy kezdeményezés, hogy kezdjünk el kínaiul a beszélt nyelven írni. Na és ez a beszélt nyelv, ez valójában nem a 20. században kezdődött írásban, hanem már mondjuk úgy, hogy a 17., 18. vagy században, vagy még korábban is írtak az emberek regényeket ilyen nyelven, de most a tunhangi anyag kapcsán kiderült, hogy valójában már a 10. században is írtak így. Tehát már akkor is megvolt ez a különbség. Másfajta szövegek közé tartozik például az, hogy vannak adminisztratív jellegű szövegek, és olyanok, amik gazdasági dolgokról szólnak, tehát teszem azt, szerződések, tehát amikor valaki elad egy rabszolgát, vagy valaki elad egy tevét, vagy valakit földbérel, vagy kölcsönkér, ilyen jellegű szerződések is előkerültek. Ezek mind viszonylag kisebb terjedelműek, és mennyiségben is nem sok, de mégis, mivel az egész gyűjtemény hatalmas, így ezekből is több száz van. Tehát ezek is nagyon érdekesek. Aztán a buddhista szövegeken kívül még vannak másfajta vallási szövegek,
persze természetesen a legfontosabbak ezek közül a taoista szövegek, ezekből is van néhány fontos tunhuangban, de vannak ott manikeista vagy keresztény szövegek is a 7.-8. századból. Ezek is rendkívül érdekesek, és a tunhuangi anyag megtalálása előtt ezekről nem tudott a tudomány. Tehát tulajdonképpen ez az anyag, amit felfedeztek, részben a mennyisége miatt is, mondjuk azt, hogy átírta a történelmet. Tehát a nyugati sinológia, ami ugye, amit talán a 18.-19. századi francia tudományra lehet leginkább építeni, vagy visszavezetni, az is jelentős mértékben változott a tunhuangi anyag megtalálása után. Ebben nem kis szerepe volt Paul Pelliot-nak, aki egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jelentős kutatóvá nőtte ki magát, és rengeteget publikált a kéziratokról, de szinte minden aspektusokról. De hasonló irányzatok, hasonló dolgok történtek angol nyelvterületen is. Tehát a kéziratok, talán a tunhuangi kéziratoknak nem is annyira a kínai nyelvű részét, mint inkább a más nyelvű részét kutatták inkább angol nyelvterületen. Tehát az iráni, az ó-ujgur, stb. Ilyen kéziratokra nagyobb hangsúly került, míg Franciaországban talán a kínaira. Ez itt továbbra is az Orient Express, a civilradio.net-en. Mai vendégünk Galambos Imre, Angliában élő sinológus, tangutológus, a Cambridge-i Egyetem docense. Eddig tunhuangról, a tunhuangi barlangról, mármint a sok barlang közül az egyikről, a befalazott és kéziratokat rejtő barlangról beszélgettünk. De most tunhuang ugye egy nagyon fontos állomása volt a Sejem útnak, ennek is köszönheti ezt a központ szerepét, amit már természetesen elvesztett, bár most, hogy ugye épül a kínaiak új Sejem útja, talán Tunhuangnak is egy új virágkora következik, de erről a régi Sejem útról mit érdemes tudni? Van egy ilyen hagyományos kép, ami mondjuk így a Marco Polo sorozatból származhat így a magyar közvéleményben, hogy ugye felül az ember a Tevére, nem tudom, Krím-félszigeten, és akkor leszáról a Kambalikba, végigment az egészen, sivatagok, karavánok, hegyek, egyebek. Valójában hogyan nézett ki ez az út? Hát valójában ez nem volt egy ilyen út, ez egy modern elképzelés, ami egyrészben egy ilyen romantikus elképzelés. A szemszög a fontos itt, mégpedig az, hogy honnan nézzük a Sejem útat, és úgy tűnik, hogy ennek az útnak a létrejötte, ez a mi képzeletünkben, így a 19. század és 20. századi képzeletben, ennek az egyik alapfeltétele az, hogy ezt Európából nézzük, és megpróbáljuk Európát összekötni Kínával. És így jön létre egy út a kettő között. Azt, hogy a kettő között volt kapcsolat, az természetes, de ez nem azt jelenti, hogy Kína és Európa között volt kapcsolat, hanem az, hogy bármilyen régiónak, vagy bármilyen országnak volt kapcsolata sok másikkal. A Sejem út elképzelésben valahogy ez egy ilyen kelet-nyugati tengelyű kapcsolat, ami
egyik helyből, mondjuk a mediterrán vidékről, nem tudom, Velencéből, ha Marco Polo-t nézzük, elvezet egészen a kínai tengerpartig. Ez a szó, ugye ez a Selyemút, ezt úgy általában a Ferdinand von Richthofenhez szokták kötni, aki 1877-ben használta ennek a szónak a többes számát, tehát a Seidenstrassen. De valójában most például nemrégiben jelent meg egy nagyon érdekes cikk, amelyik megmutatja, hogy már 40 évvel korábban is használták ezt a szót. Hát ezt persze ő annak idején még ő úgy értezte, hogy ez az út csak a Fergana medencéből vagy régióból vezetett mondjuk Szamarkandba és Buharába. Tehát a mi Selyemút képünknek egy nagyon apró részét fette le. De voltak mások is ebből az időszakból. Volt egy Ferdinand Heinrich Müller nevű tudós, szintén német, aki szintén körülbelül ugyanakkor, tehát 1837-ben ő már úgy írta le ezt a Selyemútat, mint ugye a Kínából a nyugati világba vezető egyfajta út. De szóval valójában ez egy nem egy igazi út, ez egy nagyobb eurázsiai léptű hálónak a része, és ez a mi képzeletünkben alakul át egy ilyen úttá. Ugye ennek a felismerése révén mostanában így a szakirodalomban egyre népszerűbbé válik az a kifejezés, hogy Selyem utak, hogy nem Silk Road, hanem Silk Roads tömbes számban. Mert ugye próbálják hangsúlyozni, hogy igen, mindenki tudja, hogy ez nem egy út, tehát nem egy ilyen téglaút, amit Dorothy végigmegy a Totó kutyájával, hanem egy hálózat tulajdonképpen. De Selyemútnak a koncepciója valahol figyelmen kívül hagyja azt, hogy ez a hálózat észak-déli irányban is ugyanúgy működött, vagy gyakorlatilag minden más irányba. Tehát Japán például ugyanúgy része volt ennek a hálózatnak, ami így a középkori eurázsiai kontinenst átvette, mint mondjuk India, vagy a szibériai sztepék. Időben mikortól zajlik valamiféle forgalom ezen a hálózaton? Ugye a kínaiak a Changqian nevű követjárásra vezetik vissza az egészet a Krisztus előtti második századon, amikor ilyen tulajdonképpen egy aktushoz kötik a Selyemútnak a megnyitását, amikor a hanházi Wu császár elkezdett kereskedni a nyugattal, de valójában mi történt? Tehát mikortól kerülnek kínai áruk mondjuk a Mediterráneumban, és fordítva nyugati áruk Kínába? Hát a kínaiak esetében ugye egy különösen érdekes mozzanat ennek az elképzelésnek, hogy ők így a Selyemút megnyitásáról beszélnek mindig. Tehát van ez a kínai szó, ez a kaifang, hogy megnyitják a Selyemútat. Nyilván ez is csak egyfajta modern elképzelés, és ez a Changqian nevű tábornok, akit a Wu császár küldött nyugatra, az ő nevével társítják azt, hogy egy csomó minden Kínába érkezett, vagy a kínaiak megtudtak sok mindent a nyugatról, de nyilván ez nem köthető egy ember személyéhez. Ugyanakkor, mint ez a német antropológus Bertold Laufer kimutatta, sok olyan mezőgazdasági kultúrnövény, mint a lóhere, meg ilyesmi, amit Zhangqianhez kötnek, tehát hogy ő hozta ezt be nyugatról, és a nyugat most nem Európára vonatkozik, hanem mondjuk Közép-Ázsiára, Perzsiára. Hát ezek már léteztek Kínában korábban is, tehát nem ő volt az, aki behozta őket, és nyilván ő egyedül, vagy akármennyi emberrel nem hozhatott be ennyiféle dolgot. De valahogy ez egy ilyen mitoszalkotó folyamat részeként hozzá kötődik. Az, hogy mikor tól vannak tárgyak, vagy cikkek Kínában és nyugaton, ezt pontosan valószínűleg nem lehet megállapítani. Tehát igazából valószínűleg már a bronzkorban voltak kapcsolatok,
de valószínűleg még korábban is. Tehát azok a tudósok, akik mondjuk paleobotanikával foglalkoznak, azok több tízezer évre visszamenőleg, vagy több tízezer évre vezetik vissza az ilyen kapcsolatokat. Ugye történészek, meg archeológusok általában nem dolgoznak ilyen mélységekben, de szerintem a bronzkortól kezdve már vannak egyértelműsíthető kapcsolatok. Tehát az egyik legfontosabb dolog például az a bronz technológia, a bronzöntés, a másik az ilyen hadi szekereknek ez a chariot angolul, ugye, vagy a kínaiul a cső fogalma, tehát ezeknek a hadi szekereknek a terjedése Kína felé. Ez tulajdonképpen már a időszámításunk előtti második század vége felé voltak ilyenek Kínában, és ezek egyértelműen nyugati hatásnak tudhatók be. De a későbbi időszakokban, tehát mondjuk azt, hogy a időszámításunk első évezredében ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon egyértelműek és nagyon szépen kimutathatóak. Tehát ilyenkor már mondjuk a sejem, ugye az az egyik olyan dolog, ami eljut Kínától egészen Rómáig, de ez sem teljesen egyértelmű egyébként, mert mostanra már kiderült, hogy volt másfajta sejem, tehát Kína nem az egyetlen sejemtermő vidéke a világnak, hanem már Nyugat-Ázsiában is képesek voltak előállítani sejmet. De kínai sejem is eljutott Európába. Az egyik fontos ilyen technológiai dolog például, vagy elég fontos technológiai dolog, az a könyvkultúra révén követhető végig, például a kódex terjedése. Tehát ez a kódex, ami a nyugaton a kereszténységgel kerül előtérbe, mondjuk a második, harmadik században, számításunk szerint, az körülbelül így a 9. század elején megjelenik Kínában is. Tehát Tunhuangban is megvannak ennek a... Tehát Tunhuangban is vannak példányok ebből, mondjuk olyan 400 darab, de Kína más területén is voltak ilyen kódexek, csak nem maradtak föl. Viszont fennmaradtak Japánban, amiket egyértelműen Kínából vittek át a 9. században. Tehát ez egy olyan, például olyan jelentős hatás, nyugati hatás Kínára, ami megváltoztatta a kínai könyvkultúrát alapvetően. Mert Kínában eddig tekercs volt az alapvető könyvforma, és körülbelül így a Sun-kortól, tehát mondjuk a 10. század második felétől, és később a tekercset felváltja, vagy legalábbis kiegészíti az ilyen lapos kötet forma, ami gyakorlatilag később az alapvető, tehát ugye a kínai könyv lesz. Tehát ez a lapos forma, ez visszavezethető a nyugati kódexre, a mediterrán kódexre. A tárgykultúra elemein kívül milyen olyan szellemi javak, mondjuk vallások vagy izmusok voltak, amik áramlottak a sejem úton, mondjuk a többször emlegetett buddhizmus leszámítva, hiszen az közismert, hogy az ugye a szárazföldi sejem úton is jutott el Kínába? Hát szellemi vonatkozásban ugye itt különféle vallásokról, egyrészt vallásokról beszélhetünk, másrészt vannak irodalmi hatások, mindenféle motívumok, ilyen irodalmi, mitológiai, stb. Ezek is részben végigkövethetők. A vallások közül, mint már említettem, a manikeizmus, az jutott el Kínába, és tulajdonképpen bizonyos formában túlélte az ezt következő századokat, és egészen, mondjuk így, egészen majdnem, hogy a mai napig bizonyos formában, nagyon-nagyon szűk területen, de megmaradt Kínában. Aztán a manikeizmuson kívül ott volt ugye a kereszténység. Ez, amit sokszor nesztóriánusnak fordítanak, de valójában ez a keleti, hogy mondják ezt, a Church of the East, maradjon így, hogy a Church of the East. Tehát ez a kereszténység, az körülbelül így valószínűleg a 7. század környékén jelent meg Kínába. Tulajdonképpen a keresztény ilyen feliratoknak,
és a kéziratoknak jelentős szerepe volt abban később, amikor a jezsuiták megjelentek Kínában, hogy inspirálták a kínai múlt tanulmányozását. Tehát ez, hogy valójában volt már korábban is, jóval korábban is, a kereszténység jelen volt Kínában, ennek nagyon fontos szerepe lett később abban, hogy hogyan fejlődött ki például a sinológia. A kereszténységen kívül természetesen később megjelent az iszlám is, aminek szintén nagyon fontos szerepe volt, és különösen így a későbbi idők során Kínának a nyugati területei, azok alapvetően iszlám vallásúak lettek. És ez a tendencia, ez már így körülbelül a mongol korszak idején kezd kialakulni. Ezen kívül még beszélhetünk például nyelvi elemekről, tehát egyrészt ennek van egy olyan oldala, hogy Kínában rengetegféle nyelvet beszélő nép él. Ugye Kínában azt hiszem most 45 vagy valami ilyesmi az elismert nemzetiségek száma, de ez egy hivatalos adat, de valójában több népcsoport él, és az elmúlt évszázadok vagy évezredek során még több különféle népcsoport élt ott, és ezek ugye különféle nyelveken beszéltek, voltak indoeurópai nyelvek, például a kelet-iráni nyelvek, voltak a török nyelveken beszélők, stb. Tehát mindenféle nyelven, és ezek bekerültek. Tehát ezek egyrészt ott éltek Kínában, és létrehoztak nyelvemlékeket, kéziratokat, feliratokat, másrészt viszont hatással voltak a kínai nyelvre is. Tehát a mai kínai nyelvben sok olyan szó van, ami eredetileg ugye nem kínai, hanem viszonylag új, és ez alatt viszonylag új alatt úgy értem, hogy mondjuk 1000 éves vagy 800 éves távlatban kerültek be a kínai nyelvbe. Tehát ez a kölcsönhatás nyugat és kelet között, vagy akár dél és észak között, ez mindig jelen volt. Ezért nem helyes például Kínát úgy feltüntetni, néha különösen, amikor a modern korról beszélnek, úgy beszélnek Kínáról, mint egy ilyen zárt világról, amit így az ópium háborúk idején kezdtek erőszakkal felnyitni a nyugati hatalma. Ez gyakorlatilag abszolút nem igaz, és nem így volt. Nem azt mondom, hogy nyitva volt, vagy nyitott volt az ország, hanem egyáltalán szerintem ez egy történelmi tény, hogy az egymással határos, vagy még esetleg más messzebb eső vidékek, azok hatással vannak egymásra, és kölcsönhatásban. Tehát nem az egyik hat a másikra, hanem kölcsönösen hatnak, és ezeknek a hatásoknak a nyoma, az felfedezhető a tárgyi kultúrában is, a beszédben is, vagy tehát a nyelvben is, és a szellemi kultúra termékeiben is. Továbbra is az Orient Express a civilradio.net-en. Mai vendégünk Galambos Imre, sinológus, tangutológus, a Cambridge-i Egyetem docense, akivel a Sejemútról, a Dunhuangról, illetve most az utolsó blokkban a tangutokról beszélgetünk. Ugye többször is úgy mutattalak be, mint aki sinológus és tangutológus. Ez utóbbi mit jelent? Kik azok a tangutok, akikkel foglalkozol? Hát ez a szó, hogy tangutológus szerintem nem létezik, de... Interneten így találtam, és így szerepelsz a Wikipédián. Igen, ezt egy másik tangutológus írta, és valamiért az én munkásságomból ezt emelte ki. Nyilvánvalóan ő ezt úgy érti, vagy úgy értette, hogy valaki, aki a tangutok kutatásával foglalkozik. Na, a tangutok ez egy tibeti-burmai népcsoport volt, akik eredetileg valahol Szecsuán területén voltak, és később átkerültek a Kínának így a észak-nyugat, vagy mondjuk így belső Mongólia és Ningxia tartomány rétegébe, vagy környékére, és az Ordosz vidékére, tehát a Sárga folyó kanyarának a vidékére.
és a 11. század második harmadának az elején alapítottak egy birodalmat, vagy egy királyságot, egy erős államot. Ez 1038-ban alakult meg, és eredetileg ott voltak ők már korábban is, és rendkívül erősek voltak, de a Szung dinasztia befolyása alatt, de 1038-ban történt meg az, hogy a Tangut király, egy bizonyos Li Yuanhao, ő megüzente a Szung császárnak, hogy innentől kezdve ő is császár, de szeretne jó kapcsolatban lenni a Szung császárral. Igen, és a Szung császár reakciója erre az volt, hogy hadsereget küldött a tangutok ellen, de a tangutok győztek az összecsapásban, és így tulajdonképpen az államuk, az újonnan létrehozott államok az létrejött. És egyébként az összecsapások, a Szung birodalom sosem szűntek meg, tehát tulajdonképpen a határ az ide-oda tolódott a következő évtizedekben, míg nem 1227-ben tangutokat leigázta Csingisz Kán, és ezáltal a növekedő mongol birodalom részei lettek. Tehát tulajdonképpen ők voltak az első állomás Csingisz Kán terjeszkedésének a terjeszkedésében. Na most ezek a tangutok, ezek gyakorlatilag elfelejtődtek, tehát még történelmi forrásokban is viszonylag keveset szólnak, kevés anyag van róluk, de a 20. század legelején előkerültek tangut kéziratok és nyomtatott könyvek, amik egy hihetetlen mennyiségű új adatot szolgáltattak a tangut történelemhez. Érdekes módon ezeknek a megtalálása, mondjuk 1900 körül volt az, hogy talált három francia Pekingben, akik a boxer felkelés leverése révén kerültek Pekingbe, és ők találtak néhány kéziratot, azt hiszem pont a Lotus Sutra kéziratai, és a három francia közül az egyik például az előbb, vagy korábban emlegetett Paul Paleo volt. Legfontosabb momentuma ennek a tangutok kutatásának az az volt, amikor 1908-ban és 1909-ben egy orosz felfedező, bizonyos Pyotr Kozlov felfedezte az alasáni sivatagban a halott várost. Ez az, amiről az oroszok már évtizedek óta beszéltek, mert korábbi felfedezők hallottak róla, de sose tudták megtalálni. És Kozlov sikeresen megtalálta ezt a helyet, és a város területéről kiásott szintén néhány tízezer kéziratot is, könyvet, és ezeket visszaszállította Szentpétervárra. Na, ez a felfedezés, ez mondjuk azt, hogy ez megalapította ezt a tudományágat, vagy hát ez nem tudományág, de mondjuk egy kutatási terület, mert a következő évtizedekben a tangut nyelvet is sikerült megfejteni. Ennek az oroszlán része egy Alexander Nevsky nevű nyelvészre hárult, aki eredetileg japánológus volt, Japánban tanult, és Japánban dolgozott, de aztán egyszer, amikor Pekingbe járt, egy volt tanárától kapott fényképeket a pétervári tangut anyagról, ezeket visszavitte magával Japánba, és ott dolgozott, megfeszítetten dolgozott ezeknek a megfejtésén. És később, 1929-ben kérték őt, hogy térjen vissza Oroszországba, és foglalkozzon ezekkel a kéziratokkal, és ezekkel a nyomtatott anyagokkal, és ő ennek a kérésnek eleget tett, és vissza költözött Oroszországba, és erőltetett menetbe publikált rengeteget ezekről a kéziratokról. Tehát ő volt az első olyan személy, aki mondjuk azt, hogy megfejtette ezt az írást. Mert mind az írás, mind a nyelv teljesen ismeretlen volt korábban. És hogy sikerült megfejtenie? Tulajdonképpen ebben nagyon nagy része volt annak, ugye, hogy voltak szótárak, tehát voltak kínai tangut szótárak, illetve több olyan könyv volt, amit kínai eredetiben már ismerünk. Tehát a magyar hallgatóknak talán ismerős a Sun Tzu háború művészete című könyv. Na, ez is fönnmaradt tangut nyelven, és miután ugye sikerült megállapítani, hogy ez milyen könyv azonosítani, utána az, hogy egymás mellé lehetett helyezni a kínai és a
tangolt verziót, az nagyon sokat segített a megfejtésben. Ez továbbra se volt egyértelmű, és továbbra is nagyon nehéz volt, de mindenképpen nagy segítség volt, és ezek az ilyen párhuzamos szövegek nélkül valószínűleg ez nem sikerülhetett volna. Nevszky nagy tragédiája egyébként az volt, hogy ő ugye 29-ben hazatért, 37-ben már nyakán volt a sztálini pogrom, és őt is először bebörtönözték, feleségét is, őt is, és utána kivégezték. És ezzel tulajdonképpen a tangót kutatás megállt, nem csak Oroszországban, hanem szerte a világon is. Egészen 1960-ig, tehát már a háború, jóval a háború befejeződése után, utána Nevszkijt is rehabilitálták, és akkor került elő újból például egy kétkötetes szótár, amit ő összeállított még 1937-ben, és ezt a szótárt publikálták, valamint több más cikkét, ami még nem jelent meg. És ez így újraindította a tangutok kutatását. Te személyesen milyen tangut iratokkal foglalkozol? Én tulajdonképpen a kínai oldalról jöttem be, tehát engem leginkább azok az iratok érdekeltek, amik kínaiból voltak fordítva. Például nemrégiben sikerült beazonosítanom egy olyan szöveget, ami kínaiban elveszett, de megmaradt tangutban. És ez egy olyan szöveg, amiben Konfuciusz beszélget Laocével, és Laoce kiokítja Konfuciuszt, és a végén még Konfuciusz elér egy bizonyos fajta ilyen megvilágosodott állapotot is. Tehát ennek a nyomai a kínai történelemben már megvannak, tehát erről hadakozó fejedelemségek időszakából származó Chuangce nevű műben is lehet olvasni, egy ilyen apró epizód, de később így a 11. század környékén ebből született egy egész könyv, és ez a könyv, ez Kínában gyakorlatilag eltűnt. Ez megmaradt tangutul, de hát ugye mivel nem volt meg az eredetire, nem tudták beazonosítani. És valahogy véletlenül, ahogy én keresgéltem, meg nézegettem a szöveget, és foglalkoztam vele, rábukkantam egy 16. századi kínai, egy ilyen népi vallásossághoz kapcsolódó szövegnek a kommentárjával rábukkantam erre a szövegre. És később, amikor elkezdtem tovább kérni, akkor megtaláltam más verzióban is ilyen bírósági iratok, bírósági archívumokban, mert a 19. század elején a Qing, tehát a kínai kormány üldözte ezeket a mindenféle szinkretikus vallásokat, akiket elfogtak, azokat kihallgatták, és a kihallgatásokról készültek jegyzőkönyvek. És ezek között, a jegyzőkönyvek között például megtaláltam ugyanezt a szöveget, valaki emlékezetből lediktálta az egyik ilyet. És érdekes módon ezek olyan források voltak, amiket ugye azok, akik a tangut kutatással foglalkoznak, nem néztek át, mert miért néztek volna át, ezek jóval későbbiek voltak, de valahogy véletlenül egy ilyen környezetben ez a szöveg továbbért, és így került elő. És így, hogy megvolt már a kínai, ami ugye közben mondjuk úgy, hogy 600 évvel későbbi kínai volt, vagy szöveg volt, így nyilván a szöveg is változott, de úgy alapvetően így a motívumok benne, meg a dialógus egy része az megmaradt az eredeti. És így össze tudtam vetni a kínait a későbbivel. Tehát én ilyen szövegekkel foglalkozok, amiknek van kínai eredetie, és amik nem buddhisták. Tehát érdekes módon, hogy a tangut anyagi is alapvetően buddhista tartalmilag. Szintén hasonló okokra vezethető vissza ez, mint a Tunhang esetén, tehát a tangut anyagnak a jelentős részét azt egy stúpába találták meg, amiben volt egy ülő csontváz. Tehát valakit oda temettek be a stúpába, és mellé helyezték a könyveket. Talán emiatt van az, mivel ez ugye ez egy buddhista temetkezési szentély volt, erre vezethető vissza az, hogy az anyag jelentős része, mondjuk a 90%-a buddhista. De pont engem inkább a nem buddhista rész érdekelt, részben azért, mert az én szemszögöm az a kínai szövegek oldaláról
volt. De hát vannak olyan tudósok, akik, vagy kutatók, akik kifejezetten a buddhista szövegekre fókuszálnak, és valahol nekik igazuk van, mert ugye ez egy olyan anyag, ami alapvetően buddhista indítatású. Nagyon köszönjük Galambos Imrének, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, annak is 100. jubileumi adását, a műsort Salád Gergely és Szivák Júlia vezették. Az Orient Express most egy rövid időre nyári szünetet tart, de ősszel reményeink szerint folytatjuk új évaddal, új témákkal, új vendégekkel. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a Civil Rádió adásai a civilradio.net oldalon hallgathatók meg akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában továbbra is felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra, és elérhetők a különböző podcast alkalmazásokban. A viszonthallásra!